A civil napok célja, hogy a városban és a kistérségben működő rendkívül színes civil egyesületi életet bemutassa. Megismerhessék egymás működését a klubok, egyesületek, és bemutatkozhassanak a még egyetlen civil szervezethez sem tartozó városlakóknak. Hát az idei civil napok is nagyon gazdag programsorozatot ad, több mint 40 programunk van a három hét alatt. Amit, amit ki kell emelnem, hogy most a kulturális programok mellett egyre több sport, szabadidősport program jelent meg a, a programfüzetünkben, mert úgy érzem, hogy... Az évek során nem csak kulturális főváros lettünk, hanem a sportnak is, és a szabadidősportnak is nagyon nagy teret adott ez a város, és nagyon sokan indulnak és mozdulnak meg a sportrendezvényekre. Ezen kívül ismeretterjesztő programjaink vannak. Nagy családi fitness nappal indul szombaton a rendezvénysorozat az Eszterházi és Zsigmond udvarban. Ugyanezen a napon a nőket várják kiemelt rendezvényel a Pálma rendezvényháznál. A Nő a rendezvényünk most lesz negyedik alkalommal, és nagyon nagy előadók lesznek, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Jön Nagy Réka, a nők lapjából ismert ökoanyú és ökopava szerzője. Itt lesz Borbás Marcsi is, aki gondolom a főzni ö, szerető embereket, majd és a jó embereket, szerető embereket ide várja, mert egy nagyon jó ember, azt gondolom. Minden nőnek fontos az, hogy egy napot legalább önmagával eltöltsön, illetve önmagára időt... Ö, találjon, mert hogy nagyon fontos az, hogy a nőiségünket, a nőségünket, anyaságunkat és egyéb szerepeinket megéljük minden területen, a főzés, a gyereknevelés, a családi programok terén, a párkapcsolatban. Három héten keresztül tart a rendezvény, hagyományosan bevált és új programokkal, mint például 26-án a civilek éjszakájával, amelynek helyszíne a csillagda lesz. A civilek éjszakája, amely egybeesik a kutatók éjszakájával is, egy családi rendezvényt szeretnénk ezen a napon szervezni. Úgy tervezzük, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődési körétot. A kisebbeknek kifejezetten játszóház, illetve csillagászati témájú kézműveskedéssel készülünk. Szeretnénk a túrát is újra megvalósítani, ami egy 4-4,5 kilométeres sétát jelent Tatán. Ezen a sétán a naprendszer bolygóiról haladnak több információt az érdeklődők. Ugyanakkor természetesen a csillagászattal kapcsolatos témák is felmerülnek, a múzeumi tárlat lesz, ha az idő engedi, akkor tápcsövesbe mutató, illetve fizikai kísérletekkel is készülünk, és szeretettel várjuk az érdeklődőket. A 11. Tata és Térsége civil napok programsorozatát a civil társulás szervezi, és Tata Város önkormányzata, valamint a Bázis Civil Információs Centrum támogatja.